infrastruktúránk nagyon rossz, munkahelyünk nincs, lényegében rossz nem történt velünk. A magyar közlöny személyi rész rovataiban valószínűleg a új kinevezett miniszterek és a kitüntetettek után fog szerepelni, hogy kik voltak az egykori ügynökök. Fászkodat most fogunk tartani, hogy a házba meg a videótékájában ilyen jellegű filmekkel kapcsolatban. A tervezett másik műsor ugyan elkészült, de elhangzására nem kerülhet sor, mert a szerkesztés körülményeit zavarták azok a munkatársak, akiket tegnap elmentettek, és ma jogellenesen behatoltak a stúdióba. Jó estét kívánok, Baló György vagyok. Milyen hetük volt? Mi sokat gondolkoztunk a sajtószabadságról. És nem csak azért, mert a jövő héten ezt is ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 146. évfordulóján. Petőfi és Táncsics korában nem volt rádió és nem volt televízió, amelyek szabadságát a márciusi ifjak ma követelnék. És ha ezt ma is a Nemzeti Múzeum kertjében tennék, behallatszhatna a rádióba. 1990 meglepetés pártja a Fidesz az elmúlt vasárnap Székesfehérvár Alba Régia sportcsarnokában rendezte 1994-es választási kampánynyitóját. Megvan a csapat! Orbán Viktor arról is beszélt, a kormánynak mennie kell, mert fölöslegesen megosztotta a társadalmat, mert újra teret nyitott annak, hogy alkalmatlan emberek beüljenek felelős pozíciókba, mert nem értette eléggé a polgárok nyelvét, mert túl sok lehetőséget elmulasztott. Mert lassúnak, tétovának és következetlennek bizonyult. Mert kormányzása alatt túl sok illúzióját, hitét és reményét veszítette el az ország népe. Túlságosan sokaknak megy ma rosszabbul, és kevesebbeknek jobban. Jó felnőttnek lenni? Nem olyan, nem tragikusan rossz. Meglepte önt valami az elmúlt időszakban? Ez egy furcsa dolog, biztosan nagyon sok minden meglepett, de az ember visszagondol, minden úgy emlékszik, hogy semmi sem lepte meg. Az ember becsapja, becsapja saját magát. Talán a szocialisták erősödése az azért az első időkben meglepetésszerűen ért. Tehát mondjuk 92 ősz és 93 április között azt nem gondoltam, hogy akkor úgy meg fognak futni, mint ahogy megfutottak. Az meglepett, nem hittem, hogy ez lehetséges ebben az országban. Demokratikus pártnak tartja a Magyar Szocialista Pártot? Miután a Magyar Bíróság annak tartja, hiszen bejegyezte őket, ezért én nem kérdőjelezhetem meg. Én egy másik párt vagyok, nekem ez nincsen jogom, ezt az Alkotmánybíróság, illetve a bíróságok tehetik meg. Tehát el kell fogadnom az új ítéletüket ebben az ügyben. A kérdés arra vonatkozott, hogy valamelyik nyilatkozatában azt olvastam, hogy a Fidesz bármelyik demokratikus párttal kész az együttműködésre. Ezért kell megkérdeznem még egyszer, hogy ebben az értelemben demokratikus párt a Magyar Szocialista Párt? Amennyiben a szocialista párt tárgyalni akar velünk bármilyen kérdésről, arra hivatkozva, hogy nem demokratikus párt, nem tudjuk elutasítani a tárgyalási javaslatukat. Még ezt más pártokkal meg tudjuk tenni, vannak Magyarországon olyan pártok, ahol föl sem merül, hogyha ajánlat jön, akkor le kéne ülni. Miért javasolja a Fidesz azt a magyar választópolgárnak, hogy akarjon hatalomváltást, hogy mások kormányozzák ezt az országot? Nem annyira a Fidesz javasolja ezt. Mi csak érzékeljük, hogy a választópolgárok nagy része ezt akarja. Tehát ebben az országban ma már az MDF és kormánya ellen agitálni, vagy az ő gyengeségükről győzködni a választópolgárokat, az nyitott kapukat döngetéssel egyenlő. Ebben az országban, amennyire én ezt érzékelem, a polgárok váltást akarnak. Tehát nem arról kell a polgárokat meggyőzni, hogy akarjanak váltást, hanem arról kell beszélni, hogy milyen alternatívák vannak az ország előtt, és azt kell megfogadni, ha szabad azt mondanom, egy tanács formájában, hogy merre induljanak el a lehetőségek közül, hiszen több lehetőség is nyitva áll előttünk. És mi a Fidesz alternatívája? Hány percben? Ahogy tetszik. Világos, egyenes, kiszámítható, érthető politika, ez a dolognak a lényege. És az a meggyőződés, hogy nem szabad engedni, hogy a mostani kormánykoalíció tovább kormányozzon, de nem szabad engedni azt sem, hogy akiket 90-ben sikerrel kiszorítottunk a politikai hatalomból, a kormányrúd mellől, hogy azok visszajöjjenek. Ezt mind a két forgatókönyvet el kell kerülni. Biztosítva látja az esélyegyenlőséget a médiában való szereplésre? Nem látom biztosítva, de sosem volt így. Tudnunk kell, hogy a médiában
az üzeneteink át a vitelére kevés esélyünk van, és más eszközöket kell használni. Népfelkeléses kampányt kell csinálni, ezt így szoktam fogalmazni, sok embernek kell mozogni, nem kell tagnak lenni, hogy valaki részt vegyen a kampányban, elég, hogy egy ilyen jelvénye van, kampánytagnak is lehet lenni, meg kell mozdítani az egész országot. Csak a közvetlen kapcsolatteremtéssel lehet kiegyensúlyozni. A televízióban és a rádióban történteket, valamint azt is, hogy az írott sajtóban a mi pozíciónk rendkívül hátrányosak. Ez elég világos, ha valaki napilapot olvas. Folyik egy számháború az országban, hogy milyen helyzetben van ma Magyarország. Ön szerint milyen helyzetben van a legfontosabb számokat tekintve? Az ország nagyon rossz állapotban van. Azt kell mondanom, hogy a 93-as év, amelyet most már világosan látunk, 94-ből még keveset, a 93-as év az elmúlt 4 év legrosszabb gazdasági esztendeje volt. Tehát ha 92-ben kérdezett volna engem arról, hogy milyen állapotban fogják majd átadni a mostani kormánypárti urak az ország kormányrúdját, akkor azt mondtam volna, hogy elviselhető állapotba, tűrhető állapotba, sokkal pozitívabb választottam volna, mint most. Most azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz állapotban fogják átadni. Nagyon kemény kormánynak kell jönnie, erős kormánytöbbséggel kell rendelkezni, és határozottan föl kell lépni már az első időszakban. Ha engedjük, hogy azok a folyamatok, amelyek megindultak az elmúlt 2-3 hónapban, tovább menjenek az új kormány első hónapjaiban, akkor 3 hónap múlva hiába szedjük össze magunkat, vagy szedi össze magát az új kormány, már nem tud segíteni a dolgokon. Előfordul-e, hogy ön tart valamitől, vagy szorog valamitől? Szorongani nem szorongok, az szerintem egészséges ember az nem szokott szorongani. Az szorong, aki nem tudja kibeszélni magából a saját dilemmáit. Én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy minden nap arra vagyok kényszerítve, hogy mind a saját magam, mind az ország, mind a pártomnak a dilemmáiról kénytelen vagyok beszélni. Az elnökségülésen, a barátaim körében, szóval ahogyan mi itt együtt csapatban csináljuk ezt a politikát. Tehát ezért nem kell szoronganom. Félelmeim sincsenek, a helyzet azért nem tragikus. Nagyon nehéz a helyzet, de nem tragikus. Meg lehet ezt csinálni. Csak nagyon össze kell magunkat szedni példátlan módon, úgy, mint ahogyan a II. Világháború óta, vagy az újjáépítés óta még nem sikerült. Körülbelül olyan mértékben az egész országnak össze kell magát szednie ahhoz, hogy ki tudjunk lábalni a mostani nehéz helyzetből. Erre van esély. Nem reménytelen ez szerintem. Ha ez a Fidesznek sikerül, akkor a legderülátóbb pillanataiban mire számít a választásokat tekintve mandátumban? Sokra, sokra számítok. Úgy vagyok ezzel, mint Rejtő Jenő könyvében, talán a Vanek úr, akinek azt mondják, hogy 100 dollárt kap, ha fölhajtja a Piszkos Fredet, és azt mondja, hogy nem mondjanak 100-at, csak 10-et, mert csak akkor átlátom, 100 dollár nincs is a világon. Most én azt gondolom, hogy tudok akkora számot mondani, amiről ön azt mondaná, hogy lehetetlen, meg azt mondanám, hogy van akkora a világon. Múlt heti műsorunkban bemutattuk önöknek az 1990-ben a parlamentbe jutott pártok idei választási jelszavait, és azt, melyikük hány mandátumra számít. Ezen a héten a jelenleg legismertebb parlamenten kívüli pártoktól kértük ugyanezt. A párt emblémáját, jelszavát és azt, hány mandátumra számít a választásokon. Íme a táblázat. Agrárszövetség. Agrárszövetség, a Polgári Agrárpárt 37 mandátum. Köztársaságpárt. Palotással nyitunk, 176 mandátum. Magyar Igazság és Életpártja, hogy ennek a népnek országa legyen. 75 mandátum. Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a 100 éves múlt jövője, 20 mandátum. Munkáspárt, ma a bal a jobb, 21 mandátum. Nemzeti Demokrata Szövetség, erre Magyarország, 39 mandátum. És Vállalkozók Pártja, Gazdagságot, 15 mandátum. Ezek a parlamenten kívüli pártok tehát összesen 383 mandátumra számítanak. A múlt héten bemutattuk, hogy a jelenlegi parlamenti pártok összesen 580 mandátumot remélnek. Ez az összesen 13 párt tehát 963 mandátumra számít. Tekintve, hogy a választásokon független jelöltek és további pártok is indulnak, a drót összesített számításai szerint a Magyar Országgyűlés 386 képviselői helyének mindegyikére talán hárman is számítanak. Az elmúlt hétvégén a fővárostól 200 kilométerre 3 megye találkozásának nehezen megközelíthető háromszögében a Szabolcs-Szatmári Tiszadobon jártunk. Ezt kihagyjuk. Ez a fa. Nem tudom, hogy mennyire tetszett volna lenni, hogy a
Doktor Antal József miniszterelnök elhívta után csomagot biztosítottak, és Tiszarab község volt, aki megnyerte, és sok szeretettel szeretnénk átadni, és ehhez jó egészséget kívánunk. A polgármester hívhat fel. Ki vagyunk segíteni? Igaz? András bácsinak. Kívánok. És tessenek sok szeretettel fogadni ezt az emléknapot. Köszönjük szépen. Nem. Abba tessék. Jaj, busz, kurde. Istenem. Hát az a jó. Sokan vagyunk. Az a jó. Tessenek elfogadni ezt a kis ajándékcsomagot. Itt Antal József közegye. Mutatom fel Tiszadob lakóinak. És fogadják szeretettel. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Mit csináljak? Jól figyelsz, mosolyogjál, hogy kattyácsol. Hát bizony. Az igen. Nem. Köszönöm szépen. Na, ilyen se volt. Hát még ilyen nem. Még ne is legyen több. Nagyon szeretünk itt lakni. Végülis csak ezért maradtunk itt, mert az erdő, a tiszta levegő, a víz, és ez a gyerekeknek megfizethetetlen. Kicsit nehéz, mert nagyon nehéz mindent beszerezni. Bármit akar venni az ember, tényleg a családjának, gyereknek, el kell menni városra. Tiszadob egy szegény település? Hát nem mondom, hogy kifejezetten a szegény települések közé tartozik, de biztos, hogy hátrányos helyzetű település. Pontosan emiatt infrastruktúránk nagyon rossz, munkahelyünk nincs, lényegében rossz nem történt velünk. Előre haladt ugyanúgy, amit megkezdtek a régiek, folytatják, és mindenki, aki fönn dolgozik tényleg hivatalban, polgármester hivatalban, arra törekszenek, hogy jobb legyen a falunak. Azért öt gyereknek ez elég lesz most egy reggelire. Még az is kevés vetne. Igen, még igazi szegények vagyunk. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium kidolgozott egy mutatórendszert a hátrányos helyzetű települések kiválasztására. Ebben a mutatórendszerben a mi besorolásunk 1194. lett, és a legrosszabb helyzetben lévő 800 települést támogatja most a minisztérium, illetve a tárcaközi bizottság az Állami Fejlesztési Intézeten belül. Ez különösen sújt bennünket, hiszen nem csökkenthetjük máró hónapra a működési költségeinket 7,5 millió forint kiesésével, de ami még inkább hátrányos, hogy nem indulhatunk a területfejlesztési alap pályázatain. Azokat a fejlesztéseket és eredményeket, amiket az elmúlt 3 évben sikerült elérni, többek között a gázt is, pont ennek az alapnak a segítségével tudtuk megvalósítani. Nézze, mikor tavaly Ilonka, tudja, volt ez a rokkantoknak a csom, átvettem, mert ez küldte az a rokkant egyesület, vagy ha azt mondaná, hogy a nyugdíjintézettől kapjuk, vagy még ha azt mondaná, hogy a tanástól kapjuk, akkor is átvenném. De ezen a címen, hogy egy koszorú pénzből, na nem, kérem, hát azért emberek vagyunk, nem. Vannak itt több gyerekesek, adják oda, nem. De hogy mindenki megkapja. Hát én kapja. Nem a több gyerekesek, hanem. Hát kéne velem mindenki, és odaadja, hol nem nézze, én nem foglalkozok vele. Ön tudja. Persze, nem. Köszönjük szépen. Jó viséget kívánok. Van nekünk bőven. Itt van, a keves utunk van. Van itt egy. Gáz itt van. Csak nem jutott az a vitamin, hogy bizonyítették. Gáz itt van. Mindenki meg előregszik a konyha, meg hát minden előregszik. Nem tudjuk csinálni. Ezek szerint a gáz itt van az utcában, ugye? Itt van, ide is be van víz. Be van kötve egészen. Csak onnan kéne bevezetni. De hát a sokba kerül, ugye? Jó, hát kinek még vizet. Hát akkor megbántam. De felfizeltünk 11.000 forint értékű szelet, mostan, ezen a télen. És megbántam, akkor 20.000 forintot kellett volna befizetni. Kiabált a mikrofon, és ha rögtön befizettük volna, itten benn van a gáz.
Bent volna már, hát hol van még itt ebbe az utcába, kinek van még látja, vannak. Van, ki? Van itt nekem ebben csomag, nem tudom magyari László, de én nekem dolgom volt, el kell ezt menni Tiszalökre. Ez a hölgyintézi majd ő. Melyik hölgy? Ott, aki ott van a... Hol? Ott a kis szatyorban, ott az a nénivel. Köszönöm. Jaj, ismerem, Edi. Uh-huh. 16 éves korom volt itt vagyok dobon. Míg a húsüzem működött, addig ott dolgoztam 13 évet, utána jöttem ide. Szeretne saját boltot? Hát volt elképzelés, de az én sorsom úgy hozta, ezelőtt 5 évvel, mikor elvállaltam, így itt maradtam. De hát, ha lehet, akkor ezt nem vállom, akkor lehet, én is maszek vagyok. De jelenleg így a szövetkezet alkalmazottja vagyok. Hát a tőkénket gyarapítani nem tudjuk, a szinten tudjuk tartani. De ahhoz hozzá kell tenni, hogy én a 7 napjából 6 dolgozom. Csak a vasárnapunk a szabad. Szombaton délben ilyenkor letesszük, hétfőn reggel 6 kezdünk. Így megy hétfő hétre. Hát meg évek hosszú során már ez, mióta itt vagyunk, így megy. Bozsai, nem jöttek még? Nincsenek itthon. Nincsenek. A fiatalok szépen, azok sincsenek itthon. Nem, ez is ment a falat. Elment, inekció úr, hát nem tudom akkor van, mi lesz. A sütjék is fiú. Ökrösöm szépen, hogy a... Hát nem tudom, hát még azoknak is kéne pedig szólni, hát... Ők is csak tudták, hát nem tudom. De nincs itt mindenki? Tessék? Nincs itt mindenki? Nem, igen, még van híja, nincsenek még itt sem. Nincsenek még itt, nem is látásom. Köszönöm szépen, mert én egy özvegyasszony vagyok. Na, nincsen. Elég volt 19 hónapig sem, erről egy fillért se kaptam. Én ezt nagyon szépen megköszönöm. Nem az kaptam? Állam. Hát 19 hónapig hun kaptam, mikor meghalt a férjem. Sehonnan se pénz. $16 millió volt a beruházás, épülettel, gépekkel, mindennel együtt. Világbanki hitelre épült, és különböző támogatásokat vettünk még igénybe. Mm. És mennyi kenyeret sütnek egy nap? 14-15 mázsa kenyeret, meg egy 7000 péksüteményt. És a vállalkozás most már nyereséges? Stagnál inkább. 10 péken van, 2 gépkocsi vezető, és egy boltos, meg én jó magam. Miért pont Tiszadobot választották? Főleg azért, mert erre a térségre járnak a támogatások, elmondott térségnek számít, és ezért végül is sok pénzhez jut az ember, amit nem kell visszatéríteni. Mennyit kaptak? Nem tudom pontosan, azt hiszem egy 4,5 millió forint körül. Vannak álmaim, hát egyszer teljes, hogy tulajdonomban legyen ez az egész üzem. Ezt szeretném, ha elérném, hát és dolgozni. Tessék, központ! Jó napot kívánok! Budapest? Igen? 7:54. Jegyeztem, Ilonka. Kérem, viszont vagy. Tessék maradni? Ma akkor összekötöm. Budapest vonalban. Megvegyük mindet. Minden? Hát ez minden kell. A cukor, rizsa. Minden kell. Magdalt is szoktak venni? Hát szoktunk azt is épekorba.
Hát azt gondolom, itt faluhelyen nem igen használnak sülítettel. Hát nekem, én nem használtam soha, mert nekem van mindig barátcsomom befőzve. Mennyi a nyugdíj, megkérdezhetek? Hát 15 200-nek. Nem sok. Hogy lehet azt beosztani? Hát úgy lehet, hogy tetszik látni ezt a nagy kertet itt tenetnénk. Dolgozunk. És mindent megtermelünk magunknak, ami kell. Hát csak így, máskülönben, hogy? Nekünk nem kell venni egy krumplit, egy zöldséget, egy paprikát, meg szóval semmit se. Mert a városi nép ugye báratnak, annak mindent meg kell venni. 100 zöldséget meg kell venni, nekünk azt nem kell megvenni. Ruhával, hálicsönnek el vagyunk látva. Úgyhogy hát, az, ami megterem a kertünkbe, elég csak a bocsicikekre kell, esetleg ilyesmire kell. Mert egyébként mindent megtermelünk a kertbe. Ezáltal ez nagyon jó nekünk. Másik nem mindig, mert mi is a 15 000 forintból tessék elhinni. Mikor nagyon drágaság van, meg nem tudom megérteni, hogy ez a drágaság miért történt, ez hogy az a nagy felemelés, de ez nagyon nem jól esik nekünk. Mire nem jut? Hát sok mindenre. Például? Például, hát én mind már szórakozni nem voltunk sose. Nekem kéne menni fürdőbe, mert nagyon reumás is vagyok. Hát ilyenre biztos nem jut. Ilyesmire. Most sikerült elhelyezkednem egy vagyonőr KFT-nél, és most biztonsági őr vagyok, de a szakmámban szerettem volna dolgozni. Csak sajnos autószerelő vagyok, és sajnos nem sikerült. Tényleg nincsen semmi szórakozási lehetőség. Eljön az ember ide diszkóba, táncol, jól érzi magát, de egy moziba nem tud elmenni, mert már a mozi beszűnt, beázik a mozi, rosszak az ülések, nem tudnak leadni egy jó filmet, későn jönnek ide a filmek, nem tudunk egy új filmet megnézni. Meg már régóta nem voltak olyan, annyira olyan kulturális rendezvények, amire tényleg a fiatalok szívesen elmentek volna. Nincs munkalehetőség, kiszajogon. Hát, hogyha dolgozni akarunk, el kell menni máshova. Szívesen maradnék, mert ez szép hely Tiszarom. De hát munkanélküliből nem lehet megélni. Itt is nem segít. Sen? Ne szólj a szó se. Jaj, melyiket nyomjam? Az egyiket csak. Ne. Az, lassan. Hagyjat, hagyja. Hagyj, forogjon csak. Vár a szabít. Ne várjál. Ma 6 óra. Menj, hogy a bírről jönnek. No, mi elgettünk erre, mennénk az már unokán. Negyedik bónyú ára. Hak Péter és Demszky Gábor első előterjesztése óta többé-kevésbé tudatosan 1990 óta hurcolja magával a parlament a héten elfogadott úgynevezett ügynöktörvényt. Sipos Pál összeállítása a keddi szavazás előtt készült. A kedden elfogadott, a köznyelvben leggyakrabban 3/3-as vagy ügynöktörvénynek nevezett jogszabály majdnem 4 éves története tekint vissza.
Az eredetileg Demszky Gábor és Hak Péter által benyújtott javaslat az évek során többször módosult. Mai hivatalos elnevezése törvény egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről. A törvény végrehajtása már nem ennek az országgyűlésnek lesz a feladata. Az újonnan megválasztott parlament fogja tartalommal megtölteni a paragrafusokat. Az, hogy létezik ügynöklista, vagy ügynöklisták, 1990 óta nyílt titok. Arról azonban, hogy bizonyíthatóan kik szerepelnek ezeken, nincs információ. Voltak, akik maguk vallották be múltjuknak ezt az epizódját, másokról pedig hivatalosan sejtették, hogy van takargatni valójuk. Bizonyosat azonban senki sem tud. A most elfogadott törvénynek sem az a feladata, hogy fellebbentse a fájtlat a listákról. Ennél magasztosabb célja van. A rendszerváltozás hitele, az országgyűlés tekintélye és egyáltalán a legmagasabb közjogi funkciók tekintélye múlik azon, hogy e funkciókat valóban hiteles, tiszta emberek töltik-e be. A jelenlegi javaslat szerint elsőként magának az országgyűlésnek a tagjai, a képviselők lennének átvilágítva. Nem elegendő a törvény szerint az, hogy valaki önmagában tagja volt a 3x3-as ügyosztálynak. Az is kell, hogy bizonyíthatóan a tevékenységével másnak hátrányt okozzon. Az már most szinte bizonyos, hogy ennek a parlamentnek a működési idejében ezt a törvényt már nem tudják alkalmazni. Most az fog történni, hogy az új parlamentben is valószínűleg lesz egy nemzetbiztonsági bizottság, és ennek a nemzetbiztonsági bizottságnak lesz szerepe azoknak a bíróknak a kiválasztásában, akik az eljárásban kulcsfigurák lesznek. A törvény részletesen rendelkezik arról, kik azok, akiknek átvilágítására sor kerül az elkövetkező 6 évben. Azt is pontosan szabályozza, milyen sorrendben történik meg az ellenőrzés. A közjogi méltóságot betöltő politikusok, az országos hatáskörű szervezetek irányítói, a rendőrség és a katonaság vezetői után átvilágítják az írott és az elektronikus sajtó munkatársait is. Természetes tehát a kérdés, mikor és hogyan történik meg a törvényben előírt eljárás. Olyan 2-3 év múlva sorra kerül a Magyar Televízió is, és ott, hát a betűrendben, a vége felé, az S betűnél sor fog kerülni az ön átvilágítására is, ami úgy történik, hogy a bírókból álló egyik bizottság, mert ez valószínűleg 2-3 tagú tanácsban fog működni, megkérdezi a belügyminisztériumot, illetve a katonai biztonságszolgálatot és egyéb adat, a törvényben megjelölt szerveket, hogy az ő nyilvántartásukban, mint karhatalmista szerepele, egykori karhatalmista, vagy mint egykori 3x3-as és annak elődjeihez tartozó szervezet alkalmazottja vagy hálózati személye. Itt két válasz lehetséges, az egyik az, hogy igen, a másik az, hogy nem. Ha igen a válasz, akkor erről a tényről a bizottság értesíti, és lehetősége van a bizottság előtt vitatni ezt a tényt. Az illető személy ezt vitatja, akkor módjában áll bírósághoz fordulni, és a bíróság dönt végső fokon a kérdésben. Ha nem fordul bírósághoz, akkor felszólítják a bírói testet, felszólítja az érintett szemét, hogy mondjon le a magas közjogi funkciójáról. Ha ő önként lemond, akkor semmi további jogkövetkezménye nincs az ügynek. Ha nem mond le önként, akkor következik be az az eset, hogy a bírói testület nyilvánosságra hozza, tehát a nyilvánossággal tudatja, közli azt, hogy XY, aki ilyen és ilyen közjogi funkciót tölt be, 3x3-as volt, és tevékenységével másoknak ártott, vagy pedig karhatalmista volt. Van, aki azt mondja, hogy a törvény kötelezze az országos napilapokat, hogy ezt közöljék. A bizottságok eddig ezt az ötletet nem támogatták, tehát valószínűleg a magyar közlöny személyi rész rovataiban, valószínűleg a új kinevezett miniszterek és a kitüntetettek után fog szerepelni, hogy kik voltak az egykori ügynökök a személyi részben.
Mivel az ügynöklistákról még a képviselőknek sincs biztos információjuk, csak találgatni lehet, mennyire megbízhatóak a belügyminisztérium irattárában őrzött dokumentumok, amelyek alapján majd döntést hoznak a törvény hatálya alá eső személyek múltjáról és jövőjéről. Ha a magyar belbiztonság is ugyanazon az elven működött, mint például az egykori NDK-é, akkor valószínűleg megfelelően precíz keresztellenőrzési rendszert alkalmaztak és hagytak hátra, mely kizárja annak lehetőségét, hogy nyom nélkül lehessen kivenni vagy betenni neveket, adatokat. Van azonban olyan feltevés is, hogy mára már csak névsorok léteznek, és a fizetési nyugtákat, amelyeket általában bizonyító erejűnek tartanak, valamint egyéb aláírt anyagokat, 1989-ben gondos kezek megsemmisítették. A megmaradt névsorok azonban, vélik mások, könnyen manipulálhatóak. Az irat megsemmisítés a Dunagate botrány kitörése után gőzerővel folyt, és ez azt jelenti, hogy itt az iratok egy jelentős része elveszett, különös tekintettel azokra a dossziékra, amelyek a tényleges együttműködést, a tényleges tevékenységet bizonyíthatnák adott személyek esetében. Ez azonban azt gondolom, hogy önmagában nem elegendő érve arra nézve, hogy a megmaradt iratanyaggal se kezdjünk valamit. És az általam ismert és a bizottság számára rendelkezésre álló információk alapján szinte kizárható annak a lehetősége, hogy pozitív módon manipulálták ezt a dokumentációt, magyarán szóval olyan dossziék, olyan űrlapok, adatlapok kerültek bele kitöltésre, amelyek elegendő súlyúak lennének ahhoz, hogy egy ilyen bizonyítási eljárásban az érintettet hát méltánytalanul keverjék gyanúba. Törvény ide, törvény oda, nem tudunk többet, mint eddig. Gyanakodhatunk, kételkedhetünk, de amit titkoltak előlünk az elmúlt majdnem 50 évben, most a rendszerváltás követően továbbra is titok marad. A belügyminisztérium kupolájában lévő irattárban továbbra is gondos kezek őrzik az iratokat. Ezek után kedden a parlamentben a szavazás során a Szabad Demokraták Szövetsége és így Hak Péter, a drót vendége, az első előterjesztő sem szavazta meg ezt a törvényt, hanem tartózkodtak. Miért? 1990 őszén nyújtottuk be a javaslatunkat, a parlamenti többség azóta húzta a döntést. Amikor a felvételek készültek, akkor még azt hittük, hogy a törvény egy következetes logikára épül, arra a logikára, hogy ez a törvény a politikusokra és az állami alkalmazottakra vonatkozik. Emellett érvelt a kormány az utóbbi másfél évben végig. Az utolsó pillanatban, a legutolsó szavazáskor az államtitkár, aki a szavazásnál a kormány véleményét ismertette, egy ponton megváltoztatta a kormány korábbi álláspontját, és kiterjesztette a törvényt ezzel a magánszférára is, ami a meggyőződésünk szerint egy nem megmagyarázható diszkriminációt jelent. Azt a diszkriminációt, azt a megmagyarázhatatlan, alkotmányosan megmagyarázhatatlan megkülönböztetést, hogy ez a törvény, ez vonatkozik a magánlapoknál dolgozó újságírókra, de nem vonatkozik a magántelevíziókra. Vonatkozik a magán újságírókra, de nem vonatkozik az egyházakra, ahol az egyházak vonatkozásában végig arra hivatkozott a kormány, hogy azért nem terjed ki a törvény az egyházakra, az egyházi vezetőkre, mert ők a magánszférába tartoznak, tehát ez a törvény logikájával ellentétes lenne. Megítélésünk szerint ezzel a kormány vélhetően szándékosan alkotmányellenességbe csúsztatta át a törvényt, talán azzal a céllal, hogy ez a törvény még hosszú ideig téma legyen, és ne lehessen végrehajtani. A szerzői jogokat megsértő országok 1992-es amerikai szenátusi listáján Magyarország a figyelemre méltó 5. helyre került. Időközben a szerzői jogok megsértése a magyar büntető törvénykönyv része lett, kiegészítették a magyar szerzői jogi törvényt, és működésbe lépett az ASVA nevű alapítvány. A név rövidítés, az audiovizuális művek szerzői jogait védő alapítványt jelöli. Az ASVA erősödő magyarországi működésének első számú területe a videó fekete piac.
Ivánt keresnénk, mi a 60... A fiát, igen. A rendőrségtől jöttünk volna, vele szeretnénk, nem tudom, hogy hol van, vagy... A felesége azt mondta, hogy elment valahová. Na mostan én valamit tudok segíteni? Hát elvileg ő tudna nekünk segíteni, de nem tudom, mikor jön meg, nem tudja? Hát nem, én itt elől vagyok, aztán hát nem mindig mondja ő meg, ugye, hogy hova megy, meg mikor jön. A videóték, a TK-t azt egyedül az ő nevén van, vagy van még benne társa valaki? Azt én nem. Nem tudja? Tudom. Jó, akkor be tudnánk menni, azért akkor a feleségével beszélnünk egy pár szót, hogyha... Csak valahogy el tudja zárni a kutyus, nem? Időközben megérkezik a videótéka tulajdonosa, aki ellen a rendőrkapitányságon tettek feljelentést, mert nézhetetlen minőségű videófilmeket adott el. Mint kiderült, kizárólag mozikban vetíthető filmeket is kínált eladásra. Maga a Jurassic Park című filmet... reklámozza eladásra. Na most ez igen. Mai napig is az mozijogú film. Ez a tevékenysége magának a szerzői szomszédos jogokat sérti, ami a büntető törvénykönyvbe ütközik. Úgyhogy ennek a kapcsán nálunk nyomozás van elrendelve, és házkutatást fogunk tartani itt a házba, meg a videótékájába ilyen jellegű filmekkel kapcsolatban. Na most vannak itt olyan dolgok, amit nem tiszta, tehát maga is tudja nagyon jól. Tehát amit nem hivatalos szerződés alapján, eredeti kazetta, amit forgalmazótól vásárolt, amit maga másolt, ilyesmi. Vannak olyanok, amik? Amit ön maga, saját maga másolt, eredeti kazettáról, másolt kazettáról. Van. Vannak ilyenek a TK-ban is? Ezt kölcsönzi és árusítja is? Nem. Csak kölcsönzi? Ez csak ismerősnek. Hát ismerősnek. Uh-huh. De hát maga tisztában van vele, hogy egy üzletet folytat, nem? Hogy ez már a törvény is bünteti, előtte sem volt. Most mikor? Hónapja. Hónapja? Hetedikén. Uh-huh. És a hirdetést is akkor adta föl? Vagy előtte már? Hirdetés az korábban. Uh-huh. Tehát akkor csak itthonról postafiókon keresztül terjesztette a kazettákat? Hát az minimális volt. Uh-huh. Az ASFA szakemberei a helyszínen külső jegyek alapján is el tudják dönteni, hogy melyik kazetta hamisítvány. Például az eredeti kazetták matricáin lévő feliratok fluoreszkálnak, s ha ezeket fénymásolják, a színek összefolynak és mattá válnak. Maga a hirdetés ugyanúgy, a többiek is, hogy a listát küldök címszóval. Igen. De hát, hogy küldtem egy párnak, utána aztán mit tudom, valahol még az, akinek küldtem, az hallotta, hogy és hogy küldjek még, az hát ennyit, ez képtelenség, hát nem én. De indult nagyon az üzlet akkor, vagy? Dehogy is. Hát de azt mondja, hogy nem győzte volna akkor a másolás meg a listázás. Nem másoltam. Nem, hát egy pár filmet meghirdettem. Nézze meg ezt. Tehát napokban láttam nővéremben az önök film címlistáját. Igen. Tehát akkor mégiscsak van valahol ilyen címlista. Van, persze. Mutasson már nekem egy ilyen. Van ezek között mozijogos film, itt van, kiválasztottunk már négyet, ami abszolút önnél nem lehetne, szóval... Hát megvettem. Hát megvette, hát ez akár jön ebbe bűnös, nem bűnös, de a törvény tiltja ennek a kazettáknak a létezését. A birtoklása? Minden. Birtoklása. Egyébként Magyarországon ilyen kazetta nem létezhet. Akkor mi rárulják? Hát nézze, nem lehetünk ott mindenhol, de folyamatosan. Hát... Ön is a szabad. Tessék is. Tehát lopni, hát, rabolni is, hiszen mégis van. Nem szabad másolni, maga is másolt, szóval lehetünk, példálozhatunk. A videókazettán már megjelent filmek illegális másolása nem túl nagy üzlet, állítják a szakértők. A menet a következő. A kalóz egy videótékából 100, esetleg 150 forintért kikölcsönöz egy filmet, ezt lemásolja olcsó kazettákra, és ezeket eladja, vagy ő is kölcsönadja. Az eredeti üres kazetta ára már néhány kölcsönzés után megtérül. Ha a másolatot nem kölcsönadja, hanem eladja, 800-1000 forintot is kaphat érte. Az igazán nagy üzletet a mozifilmek kínálják. Például, ha a legújabb Stallone filmet mondjuk a bemutató előtt egy héttel lelopják, abból hatalmas pénzeket lehet csinálni. A mozifilmek lelopása, vagyis ellopása jóval bonyolultabb, mint a videón kikölcsönzött filmek illegális másolása. Először is le kell fizetni a mozigépészt, és videokamerával rögzíteni kell a filmet a vászonról, vagy el kell lopni a film egy kópiáját, és ezt megfelelő technikai berendezésekkel videószalagra átmásolni. Az illegálisan rögzített filmeket azután sokszorosítják, és így jut el a videótékákba és a piacokra.
több mint 500 darab hamisított videókazettát és 5 darab videó lejátszó, illetve videó felvevő készüléket foglaltunk le. A gyanúsítható személy elmondta, hogy ezt körülbelül 2-3 hónappal ezelőtt kezdte. Részben saját maga másolt, részben pedig tudomása volt arról, hogy mások által másolt kazettákat vásárol és ezeket forgalmazza. A lefoglalt videókazettákat speciális műszerrel vizsgálják. Először a külső jegyekről. Ha a kazettatok eredeti borítóját fénymásolják, a színek összefolynak és az apróbetűs részek olvashatatlanná válnak. Ám az igényes kalóz a fénymásolt borítólapot lelakozza, hogy ugyanolyan fényes legyen, mint az eredeti. A homlok és gerincmatricák származásának pontos megállapítására UV, vagyis ultraviola fényt is használnak. A második módszer a műszeres technikai vizsgálat. Ezt az Amerikai Filmexportőrök Szövetsége fejlesztette ki, és az egész világon használják. Magyarországon 1993. májusa óta fogadják el bizonyítási eszközként a bíróságok. Az eredeti, úgynevezett első generációs kazetta vizsgálatakor a készülék képernyőinek jobb és bal oldalán, amint látható, egy-egy pont jelenik meg. Az illegális kalózmásolatokon E2-nél több pont látható. A pontok száma minden átmásolással nő. Szakértők becslései szerint tavaly a kalózkiadó 2 milliárd forintos kárt okoztak a gyártóknak és a forgalmazóknak Magyarországon, és nem fizettek adót és társadalombiztosítást sem. 93 előtt az eladási számok igen alacsonyak voltak. Például minden idők csúcsát a Terminátor 2 című film tartotta a maga 700 darabjával, amit ha belegondolunk, hogy mára már majdnem 2500 videótékkal működik az országban, igen kevés. Mégis azt lehetett tapasztalni, hogy akármelyik tékába bementünk az országban, a Terminátor 2 ott volt a polcokon. Mikor életbe lépett az új szerzőjogi törvény, észre lehetett venni a forgalmon is, hogy megkétszerződött, sőt most már megháromszorozódott, ugyanis akiknek meg volt feketén mondjuk a Terminátor 2, azok megvették az eredeti példányt is, hogy ezzel gyakorlatilag tisztára mossák a fekete másolatokat. A legálisan működő videótékás 4-5 ezer forintért vásárol jogszerűen egy játékfilmet tartalmazó kazettát a kiadótól vagy a forgalmazótól. Ha 120-150 forintot kér egy napra, 40-50 alkalommal kell a kazettát kikölcsönöznie ahhoz, hogy annak az ára megtérüljön, és ebben még nincs benne a rezsiköltség sem. Ezzel szemben a kalózkiadók mindössze 50-80 forintot kérnek egy napra. Ha figyelembe vesszük a magyar jövedelmi viszonyokat, és azt is, hogy az illegális kazetták rendre megelőzik a legális kiadásokat, akkor talán választ kapunk arra, hogy miért életképes a kalózpiac. Ma az országban összesen 258 általában több millió forintos nagyságrendű kazettahamisítási ügyben folyik vizsgálat. De hány ítélet született a törvény tavaly májusi hatályba lépése óta? Három esetről tudunk, ez mind vidéken történt. Elsőfokú ítéletek voltak, majdnem egészen pontosan 40 ezer és 130 ezer forint közötti pénzbírságot, pénzfőbüntetés szabott ki a bíróság első fokon. Egy ilyen pénzbüntetés vagy pénzfőbüntetés kiszabása igazán nem egy elrettentő erő. Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy ezek az ítéletek, amelyek születnek, mindenképpen precedens értékűek lennének. És nem csak azt mutatnák, hogy tavaly a parlament megszavazott egy ilyen törvényt, hanem hogy ezt a törvényt be is kell tartani, és azt a törvényt illik is követni. Szól viszont a rádió. De hogyan tegyük világossá önöknek azt, hogy amit a kormány mindmáig tisztázatlan közreműködésével a Magyar Rádió vezetői terveznek, az a demokrácia provokálása. 129 kollégánkat tájékoztatták róla, hogy áprilisban fölmondanak nekik. Ám az elbocsátások korában a Jóisten segítse meg azt a vállalatot, amely úgy célozza meg a hatékonyságot, hogy gondos mérlegelés után legértékesebb, legtehetségesebb, a cég egész tevékenységét fémjelző alkalmazottai közül válogatja az elbocsátandókat, és úgy gondolja, ezt a nyilvánvaló tényt semlegesítheti mások egyidejű elküldésével, és az egészet megkeverheti alzsarnoki leszámolások áldozataival. A Magyar Rádió alelnöke szerint az alkalmazottak 4%-át kívánják elbocsátani. Nekünk is vannak számaink. A tájékoztatási főszerkesztőségen, ahol a rádió legismertebb információs műsorai készülnek, 192-en dolgoznak, és közülük 35-öt akarnak elküldeni. Ez 18%. Televíziós töredékek, a hangok képei. Magyar Rádió, 1994. Azért vagyunk itt, hogy a rádióban tervezett nagyarányú, elsősorban a műsorkészítőket érintő elbocsátás ellen tiltakozzunk. Nem vitatjuk, hogy a rádió is hordozza
az elmúlt évtizedek gigantomániájának maradványait, de vitatjuk igenis az időpontot. Mi azt gondoljuk, az egyetlen hangon beszélő tájékoztatás árt a kormánynak is, árt az ellenzéknek is, és árt azoknak is, akik pártszimpátiák hiány még nem döntötték el, hogy hova és kire adják voksukat. Így az efféle erőszakos akciók és kiszolgálóik ártanak az egész magyar demokráciának. A mikrofont ugyan ki lehet venni 100, 200 vagy 300 ember kezéből ideiglenesen, de nem lehet elvenni a gondolatainkat, mert azok szuverének. A nyelvünket, amelyekkel ezeket a véleményeket kimondjuk, sem azt az anyanyelvet, amelyen megfogalmazzuk. Mi közszolgálati rádiót akarunk. Olyan rádiót akarunk, amelyet nem a pártközpontokból irányítanak, mert ezt tették az elmúlt 10, 20, 30, 40 évben, és így van ez ma is. Pedig már 4 év eltelt ez az 1990-es választások óta. Gyere, fiatal, gyere. Kicsit elkéstetek. A dolog a lista az nem felhozott. A dolog akkor is törvénytelen. Semmiféle bíróság előtt ez az érv meg nem áll, hogy éppen ők váltak fölöslegesé valamiféle átszervezés vagy pénzügyi nehézségek miatt. A dolog politikai tisztogatás jellege abszolút világos és elfogadhatatlan. Azok, akik itt maradnak, ne akarjanak minden áron szolidaritást vállalni velünk, akik elmegyünk. Maradjon mindenki a helyén. A rádiónak szólnia kell. A rádió szólni fog, ne engedjétek át a terepet a szélső jobb oldalnak. Bármilyen elítélendő és elítéletés, én megértem a véleményt, ezt a véleményt is. Én természetesen a listáról igyekeztem embereket levenni és nem rátenni. Annyit szeretnék még mondani, ha nincs más hozzászólás, hogy hogy ezek a tájékoztató papírok titkárságon átvehetők az érteket elutántól. Köszönöm szépen! Mi, akiket most kirúgtak, tudjuk, hogy nekik nehezebb, azoknak nehezebb, akik maradnak. És mégis biztos vagyok abban, hogy ez a mostani epizód, ez nem ver közénk olyan éket, amitől azt hinnénk, hogy egymásra kell haragudni. Nem a műsornak folytatódnia kell, a rádiónak szólnia kell, és amíg ti maradtok, akik eddig is itt voltatok, addig ez a rádió másképpen fog szólni, addig nem sikerül megölni azt a szellemet, ami ebben a rádióban ott van. Próbáljátok meg dolgozni valóban, én nem hiszek benne, hogy itt a kirúgottaknak bármit lehet csinálni, és különösen nem azoknak, akik itt maradnak. Még lehet, hogy sokan sorra kerülnek, mert nem volt ez kész. Aki még szól, az még sorra kerül. Mi valamit nagyon fontosnak gondolunk, a szakmai tisztességünk tartott sokáig meg mindannyiunkat, és a szakmai tisztesség diktálja másoknak, hogy menjenek el. De azt hiszem, hogy ez a fogalom, ez a jelzős szerkezet, vagy szakmai tisztesség, ez nem azok számára értelmezhető, akik most minket megpróbálnak egymás ellenében fordítani. A Független Rádió Szakszervezet vétót emel egyébként a munkáltatói létszám csökkentéssel kapcsolatos eljárás miatt. Én most mindjárt átcsattogok Csúcsúrhoz ezzel a szakszervezet fordítással. De addig, ameddig még itt van. Itt van még. És átadjuk egy időt. Jó? Ki szavaz erre? Nagyszerű. Jó. Kicsit ott is maradunk, jó? Kezdj csak nem csúcsú. Nem mehet? Laci, bemegyek veled, mint száz. Üres az iroda. Gyertek be. Hát ilyen nem volt. Csináltad mint egy csoportképet, jó? Legyenek az alelnöki szobában. Melyik a szobája? Semmit a kéznek, mindent a szellemnek. Rendészet vezetője most közölte velem,
hogy megkapták az utasítást, hogy amennyiben nem hagyjuk el ezt a szobát, kihívják a rendőrséget. Jó, Péter, de hát a lényeg az, hogy át akarod adni ezt a nyilatkozatot, nem? Jó, hát hogy adjuk akkor át, akár a kollákon, akár itt? Nagyon sok meg lehet várni, és akkor nem hatoltunk. Várjuk meg a fordulatot. A Rapcsányék azért nem mennek, mert nincs semmi soruk. Igen. Akkor viszont legyünk készen. Abszolút. Abszolút. És jön be a csúcs. Ez lesz a vége. Ez lesz a vége, hogy ilyen. Figyelj, hiába vagyunk készen, hogyha Petőfülek adott teszik rá a Kossuth után. Most már minden rajta. Most már minden lehet. Ő nem nyugodtan mehet a 168 óra. Ma délután 4 órakor tök készen vagyunk. Ezt kimondta. Ja, hogy magától. Igen, azért van. És ezt a csúcs személyesen fogja megakadályozni. Ez a lényeg. Oda fog jönni a csúcs a stúdió. Nem tudom, azt nem fog, egyszerűen átkapcsolják oda. Ja, de mi fölött? Negyedik emelet, 3-as stúdió. Negyedik? Már Bari felszik is van. Azért mondom, hogy együttben nem tettek, nem mondom, negyedik. Itt a végállomás. Na várjál, de hát itt nem jöhet. Nem olyan kérdés, hogy műsort kell készítenünk. Na de itt a műsor, amit meg kell csinálnunk. Viszontlátásra, minden jót kívánok. Ki csinálja a műsort? Ha nincsen lehetőség bemenni, akkor nincs műsor. Hát most mit csináljunk ezzel? Mindentől kezdve véget ér a mi felelősség. Elhúztak. Várunk arra, hogy 4 óra legyen, és eldőljön, hogy csinálunk a műsort. Most ez nagyon megszeretném. Józsikám, nem hiszem, hogy én kedvébe akarok járni az alajánlatot. Józsika, minden esetre azért azt hadd kérdezzük meg, hogy a Kardos a műsorvezető, én vagyok a szerkesztő. Hát láthatjuk a műsort? Az volt a szabály, hogy a Rapcsány egyen is. Hát nekünk senki nem szólt. Miért szóltak a kérdőre, akár csak egyetlen mondatot is. Egyet? Kit? Nekem? Senki a világon. Nekem nem szólt senki a világon. Se te, se az Ostján, se a csúcs. Egyetlen szólt. Itt van kész műsor. Én az újságból láttam, hogy a Rapcsány készül egy alternatív műsorra, de nekem senki egy szót nem szólt, hogy ne készüljek, és mivel nem akartam munkát megtagadni, ezért úgy készítettem elő ezt a mostani műsort, hogy 4 órakor, ha ti azt mondjátok, hogy tessék, akkor mi tudjuk csinálni. Ha azt mondjátok, hogy tilos, akkor elmegyünk haza. Tessék? Nem kívánok bemenni. Most ide szabályos kérdésben eljött. Persze. Kedves hallgatóink, mint a déli krónikában hallották, Farkas Zoltán a 168 óra e-heti adásának szerkesztője ismertette a 16 órakor kezdődő 168 óra mai programját. Ebben a műsorban olyan riportereknek szerepeltek volna felvételei, riportjai, interjúi, akik tegnap megkapták a felmondó levelet, amelyben az is szerepelt, hogy a munka alól fel vannak mentve. Így kell majd megcsinálni az általuk elkészített anyag. És a többi? A tervezett másik műsor ugyan elkészült, de elhangzására nem kerülhet sor, mert a szerkesztés körülményeit zavarták azok a munkatársak, akiket tegnap felmentettek, és ma jogellenesen behatoltak a rádióba. Ezért most mindkét adón a Petőfi Rádió műsorát fogják hallani. Szíves megértésüket kérjük. Mi volt ez? Micsoda? Micsoda? A napoknál hallgatják, hát tudják. De ez mi volt, ami jelent? Ki zavart a közületek, gyerekek? Hát ez mit zavart? Senkivel. Mondta utána, hogy nem ügyetünk be. Hát ez nincsen szava. Ez nem érdem. Erre nem lehet mit mondani. A rádióról kirobbant 100 perces parlamenti vitában a kormánykoalíció képviselői hol leépítést, hol etikai vétségeket, hol fegyelmezetlenséget emlegettek. Nem derült ki, ezek közül ki melyiket gondolja és mennyire komolyan.
A drót minden esetre hosszan és makacsul kínált fórumot a Magyar Rádió vezetőinek álláspontjuk ismertetésére, de senki nem kívánt élni a lehetőséggel. Ezt annál is inkább fájlaljuk, mivel egy kormánypárti frakcióvezető úgy nyilatkozott, bízik benne, hogy az alelnök úr képes a nyilvánosság meggyőzésére. Talán majd legközelebb. A Magyar Rádió közalkalmazotti tanácsa szerint a rádióban sorozatos törvénysértések történtek és történnek. Mit gondol erről dr. Viszló László munkajogász? Törvénysértések történtek, a közalkalmazotti törvény több helyen sérelmet szenvedett, a foglalkoztatási törvény több helyen sérelmet szenvedett. Hogy konkrétan miről van szó, csak ilyen távirati stílusban a közalkalmazotti tanács nem véleményezhette időbe a létszámleépítés tervezetét, tehát ennek a lebonyolításának a tervezetét. Ezt követően a szakszervezeti kifogás követően a munkáltató nem függesztette fel a létszámleépítést, pedig ez törvénybe ütközik, föl kellett volna függeszteni, és egy egyeztető tárgyalást kellett volna ezügyben lebonyolítani. Továbbá, ami a sajtóban is megjelent, egy olyan rendkívüli intézkedésre szánta el magát a rádió vezetője, hogy úgy mentesítette a érintett munkavállalókat a munkavégzési kötelezettségek alól, hogy még a felmentési idejük el sem kezdődött. Tehát ezt mind a munkatörvénykönyv, mind a közalkalmazotti törvény kizárja, hiszen mentesíteni a munkavégzés alól csak azt lehet, aki a felmentési idejét elkezdte. Azon kívül figyelmen kívül hagyta itt a rádió vezetése azt is, hogy az, hogy valaki munkát végez, az nem csak a munkavállalónak egy kötelezettség, hanem a munkáltató számára is egy kötelezettség, hogy munkával lássa el. Ezek olyan törvénysértések, amelyek az egész folyamatot érvénytelenné tehetik, illetőleg már érvénytelenné tették, azonban hát az érvénytelenség megállapítására csak a munkaügyi bíróság jogosult, tehát abban az esetben, ha nem sikerül valamilyen módon peren kívül a feleknek megegyezni, hogy ezt a létszámleépítést leállítva leülnek a tárgyalóasztalra, és újra tisztázzák a viszonyokat, újra elkezdik az egyeztetést ebben az ügyben, akkor a szakszervezet, illetőleg a közalkalmazotti tanács a munkaügyi bírósághoz fordulva jogosan kérheti az intézkedés jogellenségének megállapítását. Ami tény, a Magyar Rádió politikai, közéleti és tájékoztató műsorait a korábbi tizedelés, negyedelés, felezés után ezúttal lefejeznék. Ugyancsak tény, hogy mindez, amit a rádiónál elindítottak, a Magyar Televíziónál már megtörtént. Ennek imponáló eredményei naponta láthatóak. De a drót következő műsora csak egy hét múlva látható. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. Bárki fillére kér 1-2 millióért csapatot vehet, és azt csinál avval a csapattal, amit akar. 1.300.000 kárpótlási jogosultnak senki nem meri a szemébe mondani, hogy bár nem szavaztam meg a kárpótlási törvényt, nem is fogom végrehajtani. Az első és legfontosabb dolog az, hogy a szex Isten teremtése, Isten teremtette.